16 napja tart a tiltakozás hullám a fővárosban és az ország nagyobb városaiban. De a kormányellenes jelszavakat már egyre kevesebben skandálják a Viktória palota előtt, és a forradalmi hangulat is lankad. Kivírad végre a büntető törvénykönyveket módosító, azóta hatálytalanított, sürgősségi kormányrendelet utáni hosszú zűrzavaros éjszaka? Lezárul a belpolitikai életben ez a fejezet? Vagy még van muníció? De beszélnünk kell az ország egyelőre csak papíron létező költségvetéséről is, illetve arról, hogy a szociáldemokraták által ígért szociális kánoánt épp azok fizetik meg, akik a legkiszolgáltatottabb helyzetben vannak. A beteg idősek. Köszöntöm Önöket, én Farkas István vagyok, ez a Sajtóprés. Kezdünk! Köszöntöm a Sajtóprés asztalánál Szokoly Jelek politikai elemzőt, Mózes Editet, a Népújság szerkesztőjét és Kovács Pétert. Ezúttal Péter nem, vagy már nem politikusként van közöttünk, hanem újságíróként. Jó estét kívánok, szervusztok! Kezdjük szokásunkhoz híven egy összefoglalóval a Sajtóprést, majd utána beszélgetünk erről. Vasárnap este ismét országszerte tízezrek, tegnap-tegnap előtt pedig több százan vonultak az utcára, hogy tiltakozzanak a Szorin Grindeanu vezette kormány ellen. Erdélyben, Párciumban és a Bánságban is tüntettek. A tüntetések intenzitása csökkent azt követően, hogy a szenátus ellenszavazat nélkül elfogadta a 14. sürgősségi kormányrendeletet, amely hatályon kívül helyezi a büntető törvénykönyv és a perrendtartás módosításáról szóló előző országos tiltakozási hullámot kiváltó 13-as sürgősségi kormányrendeletet. A parlament elfogadott egy határozatot, amely pozitívan véleményezte a Klaus Johannis államfőnek az országos referendum szervezésére irányuló kérését is. További feszültségeket szíthat azonban, hogy a Szenátus Alkotmányossági Bizottsága kedvezően véleményezte a kormány arra vonatkozó törvénytervezetét, hogy közkegyelemben részesüljenek bizonyos büntetések és egyes szabadságvesztéssel járó nevelőjellegű intézkedések. Ismét a parlament elé terjesztette az RMDS az ártatlanság vélelmére vonatkozó Európai Uniós irányelv Románia alkalmazásáról szóló törvénytervezetét. A tervezet megtiltaná, hogy a hatóságok bűnösként emlegessenek egy gyanúsítottat a jogerős ítélet előtt, továbbá az ügyészek és bírák büntetőjogi felelősségre vonását is előírná, ha súlyos mulasztásuk vagy rossz hiszeműségük miatt a román államot kártérítése ítélik. Az Avantgárd közvéleménykutató intézet február 6 és 8-a között készült felmérése szerint a kormánypárti politikusok népszerűsége jelentősen visszaesett, az ellenzékieké pedig néhány százalékkal javult az utóbbi napok, hetek belpolitikai eseményeinek hatására. Ugye a szenátus ellenszavazat nélkül fogadta el azt a 14-es számú sürgősségi kormányrendeletet, amely hatályon kívül helyezte azt a 13-as számú kormányrendeletet, amely ugye már 16. napja nagy vitát váltott ki Romániában, kormány leváltását kérik. Volt olyan időszak, amikor állítólag több százezren tüntettek a Viktória palota előtt. Nos, most az a kérdés, hogy ugye a kormánypárt meghátrált, most győzelmet kiálthat az ellenzék, vagy mi történt? Mert hogy a tiltakozás hullám az zajlik jelenleg is, elmondtam azt, hogy jóval kisebb vagy kevesebb számban, de ott vannak a tüntetők. Még kér a nép, hogy mire számíthatunk az elkövetkezendő időszakban? Péter, Szokoly úr. Hát bár általában nem szeretek jósolni, de annyit megengedhetek magamnak, hogy előre lássam, hogy folytatódni fog még egy ideig ez a tüntetés hullám, mert valójában én úgy látom, hogy a 13-as kormányrendelet, sürgősségi kormányrendelet inkább űrügye, mint okozója volt ennek a lázadásnak, ennek a lázongásnak, úgy merem állítani, hogy jogos lázadásnak, bár nem kimondottan a sürgősségi kormányrendelet ellen. Természetesen elsősorban nem a tartalma ellen. De mivel, hogy úgy érzem, hogy felgyülemlett a román társadalomban egy nagy mennyiségű frusztráció,
amely ürügy, vagy ez alkalom attán bontakozott ki, csapódott le. Mert ha visszatekintünk az elmúlt évek történéseire, azt hiszem lett volna még elég alkalom, vagy ok arra, hogy kivonuljanak az emberek ugyanilyen mértékben, vagy még ennél nagyobb mértékben is az utcára. Ez most úgy látszik, hogy beérett egy ilyen frusztrációs hangulat, és ez csapódott, lemondom, az utcán, a tereken, a fővárosban és az egész ország területén. Úgyhogy ez még valamelyest fog folytatódni, de az az érzésem, hogy fokról fokra azért csökkenni fog, mint ahogy csökkent eddig is. Elvégre a kormányrendeletet visszavonták. Most még ott van a csetepaté, ugye a politikai osztályon belül is, de azon kívül is, a jogászok között is, a 14-es kormányrendelet ügye esete, amelynek az elfogadása, megszavazása következik a parlamentben. De hogyha mondanám, a Johannis tábor nem fogja fenntartani, egyelőre fenntartja nyilván, élezgeti, táplálja ezt a tüzet, de amennyiben nem fogja tudni tovább táplálni, akkor ez lassan-lassan le fog csengeni. Igen, de hát ez e felé a lecsengés fele mutat minden jel, hisz ugye nem a szenátus volt a döntőház, hanem a képviselőház, de hát most legalábbis egyelőre úgy tűnik, hogy nagy egyetértés van arról, hogy igen, a képviselőház is meg fogja szavazni ezt a 14-es számú kormányrendeletet. Klaus Johannis itt imént említette Szokoli úr, ő pedig azt mondta, hogy hát a jogász képviselők majd biztos meg fogják találni a legjobb megoldásokat arra, hogy ne okozzon gondot a 14-es rendelet a 13-as esetében. Péter, te szeretsz jósolni? Nem szoktam, mert focinál szoktam időnként. Leülünk egy sör mellé, igen, akkor megtippeljük, hogy mi lesz, és sosem jön be. De én azt látom, hogy jogi szempontból most az utca embere számára egy bohóckodás történik. Egyszer a kormány bejelentette, hogy visszavonja, mit kell még annyit a parlamentben erről cirkuszolni. Tudom én, hogy meg kell felelni az előírásoknak, és egy sürgősségi kormányrendelet eljut előbb-utóbb a parlamentbe is, és most ez történik. De bármennyire furcsán hangzik, ebből a nagy cirkuszból az RMDSZ jött ki győztesként, és ezt nem azért mondom, mert ezelőtt két hónappal még ott ültem, és most már újságíróként vagyok jelen, hanem az RMDSZ volt az első és hosszú ideig az egyedüli, aki azt mondta, hogy igenis szükség van a BTK-nak a módosítására, ne az utcán módosítsuk, ne sürgősségi kormányrendelettel módosítsuk, hanem vigyük be a parlamentbe. És az, hogy most egyhangúan ment át a szenátuson annak a bizonyos 14-es sürgősségi kormányrendeletnek az elfogadása, és minden bizonnyal a képviselőházon is olajozottan fog átmenni. Az azt jelenti, hogy a szociáldemokraták, akik az egésznek a kezdeményezői voltak, lemondtak az eredeti tervükről, hogy sürgősségi kormányrendelettel kezeljék az egészet. Az ellenzék, aki eleinte azt mondta, hogy nincs szükség a BTK módosítására, mert helyde-hajde jól működik itt minden ebben az országban, ő pedig belátta, hogy igenis módosítani kell a parlamentben. Ez megint egy olyan téma, amikor azt lehet mondani, hogy tessék csak szépen odafigyelni arra, hogy mit mond az RMDSZ, mert nem első felindulásból nyilatkoznak, hanem leülnek. Furcsán hangzik, hogy én róluk beszélek, és nem magunkról, de hát előbb-utóbb meg fogom én is ezt szokni. Elolvassák a törvényeket, és tudnak irányt mutatni nem csak a romániai magyaroknak és Erdélynek, hanem tudnak irányt mutatni ennek az egész országnak. Edi, te hogy látod? Itt most ugye azt mondta Szokoli úr is, hogy lassan-lassan el fog csitulni ez a népharag. A PSZD most kész, megúszták a szociáldemokraták, hogy az itt még hát van? Hát ez szépen le fog lecsendesülni, és kifullad az egész. Hát okafogyott volt tulajdonképpen már akkor, mikor visszavonta a rendeletet a PSZD, vagy a kormány. Akkor már okafogyottá vált volna ez a tüntetés hullám, de pontosan az államelnök szította ezt az egészet, és biztatta őket, hogy menjenek az utcára. Most már mennek a Kotrocsini palota elé, és egyik az elnök lemondását követeli, a másik a kormányét. Nem tudom, most már a Kotrocsin előtt tüntető kezdenek vehemensebbek lenni, egyre kevesebb, napról napra kevesebben vannak, itt is, meg ott is, és
Hát, hogy azt mondta, hogy kér a nép, hát kér a nép, de most már akkor mit? A kormány lemondását, de most már én nem akarok az ördögügyvédje lenni, de ez a kormány tulajdonképpen, tehát annak a kormánynak kérik a lemondását, amelyik első lépésként több mint 102 adó és illetéket visszaöltözését szavazta meg. Meg annak hogy a nyugdíjak emelését, meg fizetés emelést orvosoknak, pedagógusoknak, akkor mit kér a nép? Említettük itt Klaus Johannis államfőt, Szokoly úr azt mondta, hogy hát ő az, aki szítja itt a feszültséget, vagy szítja a tüntetők tüzét. Találkozott Soring Grindeanu kormányfővel, de azt mondta az államfő, hogy csak és kizárólag a költségvetésről beszéltek, igazságügyi kérdéseket nem érintettek. Most akkor szent a béke az államfő és a kormányfő között, vagy... Szó sincs róla. Egyelőre távol állunk attól, annál inkább én általában Johannis táborát említeném, természetesen a névadója, a feje is ennek a tábornak, amelybe beletartozik úgy a PNL, mint az UCR, mint folytassam, a DNA, a CRI, és egyéb ilyen hasonló pártok és intézmények ebbe a csoportba. Igen, mondhatjuk, hogy a Johannis tábor távolról sem fog belenyugodni abban, mint ahogy nem nyugodott bele a választás elvesztésébe. Hát tulajdonképpen ennek az egész ügynek, az egész felháborodásnak, utcai tüntetéseknek, stb. A pandantja mégiscsak egy választás elvesztése volt. Sokáig ugye Johannis elnök úr zárójelbe került, népszerűségi zárójelbe is, és íme most nagyon jól fel tudja használni ezt az alkalmat ürügyként is, hogy ismét láthatóvá tegye magát, és mondom azokat az erőket, amelyeket az előbb táboraként felsoroltam. Úgyhogy én táboros se látom itt a kiegyezés lehetőségét, feltehetően Johannis úr továbbra is feszíteni fogja a húrt, mert érdekében áll. A PSD ellenkezőleg abban érdekelt, hogy minél jobban megnyugodjanak a kedélyek, mert hát kormányoznia kell valahogy, és hát be kell tartania a választási túligéreteit, mert hát ez ugye azt, hogy megnyerte a választásokat, az nem az isteni szózatnak köszönhető, hanem elsősorban annak, hogy olyan ígéretcsomaggal jött a választók elé egyrészt, amelyet nem lehetett visszautasítani, és másrészt, tehát tulajdonképpen talán nem is annyira megnyerte, mint az ellenzék veszítette el a választásokat, hiszen olyan gyengén szerepelt, hogy azokra valóban nehéz volt szavazni. Úgyhogy feltehetően itt a feszültség az folytatódni fog. Egyébként, hogyha csak a költségvetési vitára gondolunk, már magában az a tény, hogy Johannis elnök úr meghallgatta, ugye tudomásul vette a költségvetés megszavazását a parlament által, de azt ígérte, hogy hát majd gondolkodik fölötte, és pár nap múlva, vagy egy idő múlva majd alá is írja. Tehát tovább folytatódik, legalább ki tudja, halogatás taktikája folytatódik. A költségvetésről beszélni fogunk még a továbbiakban. Szeretném, hogyha még maradnánk ennél a kérdésnél. Itt Szokoly úr azt mondta, hogy hát Johannis még próbálja feszíteni a húrt. Most gondolom a nézőknek egy része nem érti azt, hogy miért szeretné feszíteni, vagy miért feszítené tovább az államfő a húrt, hisz a parlament a héten engedményt adott az államfőnek, és hisz megszavazta, vagy egy szép gesztust tett az államfő fele, megszavazta azt, hogy igen, tehát a pozitívan véleményezte az államfő népszavazási kérelmét, ugye, amit már akkor jelentett be, amikor kirobbant a botrány a 13-as számú kormányrendelet körül. Most
Egyáltalán van értelme egy ilyen népszavazásnak, Péter? Most, hogy igen, visszavonták ezt a kormányrendeletet, tehát hogy ki fog jól kijönni egy ilyen népszavazásból? Azt látom, hogy az államfő szempontjából van. És nem véletlen ezeknek a történéseknek a sorozata. Az előbb azt kérdezted, hogy szent a béke? Nem, a háború most kezdődött. Tehát most vette fel a nagy ágyút, vagy a Kalasnyikovot a kezébe, Johannes. A román nép ahhoz van, a román társadalom, fogalmazok elegánsan, ahhoz van hozzászokva, hogy erős kezű vezetői vannak, akik verik az asztalt, ha kell, fel is borítják ezt az asztalt. Johannes az első másfél-két évében a mandátuma alatt egy németes úriember volt, aki halkan beszélt és keveset. És ezzel együtt járt a népszerűségének a drasztikus csökkenése. Kinéztem egy néhány adatot egy közvéleménykutató cégtől, amely másfél évtizede méri a magyar közösségnek a pulzusát. 2015 márciusában 85%-os volt a népszerűsége Johannesnak, rá egy évre 63%-os, és most az ősszel 51%-os. Tehát egy bő másfél év alatt 34%-ot csökkent a népszerűsége. És tegnapi adatok szerint 46, és vagy 49. Valószínű, hogy ez a tendencia ez nem fog megfordulni, és ő úgy döntött, Johannes úgy döntött, hogy háborúzni kell, mert az népszerűséget hoz, vagy azáltal potenciálisan népszerűségi pontokat lehet szerezni. Azért ment ki az utcára, azért próbálja meglovagolni ezt a hangulatot, ami az utcán van, ezért fordult most ehhez az intézményhez, ami a népszavazásnak az intézménye. Persze, hogy a parlament egyetértett, a parlamentnek csak konzultatív joga van, tehát ha nem értett volna egyet, akkor is alkotmányos joga van az államelnöknek ezt kiírni. Egy kicsit furcsa számomra, hogy a korrupció. Hogy nem lehet nem egyetérteni, ugye a korrupció. Arccal, igen, tehát én nagyon kíváncsi vagyok a kérdésre, hogy egyetérte ön azzal, hogy Romániában ne legyen korrupció. Na. Igen, nem, beikszelik, hogy nem, pedig mindenki, amikor bemegy egy kórházba, akkor a kapusnak egy ötleest oda nyom, amikor valamit el kell intézni, akkor nem azon gondolkozunk, hogy hányas ablakhoz kell, ügyintézési ablakhoz kell menjünk, hanem kit ismerünk, aki esetleg tudna segíteni. Persze ez a korrupciónak egy egészen más szintje, de azért ne csak azt gondoljuk, hogy a politikusok a legkorruptabb, persze ők, tudom én, hogy ők a legkorruptabbak, de azért mindannyiunkban benne van ez a kis ötlejjel, tízlejjel, valamit intézzünk el, mert fel fog gyorsulni az ügyünk. Tehát a népszavazásnál ez nagyon furcsa helyzet. Valószínű jól fog kijönni belőle Johannes, mert én bízom abban, hogy egy olyan államelnökünk van, és körülött olyan emberek, akik azért tudnak tervezni, és tudják, hogy hol vannak most, és hova akarnak eljutni. Igen, ezt a népszerűségi zuhanást próbálja visszahozni azáltal, hogy háborúzik a baloldallal, háborúzik a szociáldemokratákkal, illetve ilyen kérdésekben megy bele mindez a népszavazás, ahol gyakorlatilag nem lehet veszíteni. Hát akkor ez egy ilyen népszavazás, ez lenne a győzelmi cseresznye, vagy a cseresznye Klaus Johannes győzelmi tortáján, Edith. Tehát, hogy te is úgy látod, hogy biztos, hogy neki tenne jót egy ilyen népszavazás? Nem vagyok én biztos benne ennyire, mint Péter. Biztos, hogy nem ő lesz a vesztes, de hogy ez lenne a haba tortán a nyeresség és a következő választási győzelméhez, azt nem merném állítani. Hát, hogy a szociáldemokratáknak azért még van ott egy-két dolog a tarsójukban. Hát biztos van. Tapasztalatuk van. Ők kormányoztak nagyon sokat. És van majdnem 4 évük. És hát van 4 évük. És ha most jól kerül ki ebből a referendumból Klaus Johannes, még mindig van neki is 2 év van a választásokig, az elnökválasztásig, és az alatt nagyon sok minden történhet, pozitív is és negatív is, úgyhogy ez még nem jelent neki se győzelmet sem. Hát ugye elég ellentmondásos adatok látnak napvilágot a közvéleménykutató intézeteknek a házatájáról. Most nyilván nem mindegy az, hogy ki rendeli meg az egyes felméréseket, de hogy az Avantgárd február 6-a és 8-a között készített egy felmérést. A megkérdezettek 72%-a szerint rossz irányba mennek a dolgok, a kormánypárti politikusok népszerűsége csökken. Az ISZPOL közé tett tegnap egy másik közvéleménykutatást, ami szerint, ha most vasárnap szerveznék a választásokat, ismét a szociáldemokraták győznének 31%-kal, és a Nemzeti Liberális Párt csupán 17-18%-ot szerezné, és az USZ-ér sem sokkal többet.
Igen, itt ezt a két kérdést szétválasztanám, hogy 72% a romániai lakosoknak úgy gondolja, hogy rossz irányba megy az ország. Ez nem egy nagyon nagy szám ahhoz képest, hogy mennyi volt az elmúlt egy évtizedben. Megint mondok egy néhány konkrét számot. 2009 márciusa és 2014 szeptembere között, tehát egy 5 éves ciklusban folyamatosan 80% fölött volt azoknak az aránya, akik azt mondták, hogy rossz irányba megy az ország. Utána jött Johannisnak a megválasztása, akkor nagyon sokan úgy gondolták, hogy na most aztán minden jó lesz. Aztán a 2016 márciusában 76% gondolta, 2016 szeptemberében 70% gondolta, hogy rossz irányba tart az ország. Tehát ebből a szempontból nincsen változás. Ez a 72% a trendekkel megy együtt. A kérdésednek a másik része, ami most hirtelen lapszuszomban mire is vonatkozott. Az ISPOL közvélemény. Ja, igen, hogy megnyeri a PCD ismét. Igen, nyerne. Itt tudom, hogy nagyon sokan olvasták Kis Tamásnak a Transindexes írását, és a múlt héten ebben a műsorban ő elmondta ezzel kapcsolatosan az álláspontját. Azok, akik az utcára mentek, azok a nagyvárosi középréteg, korosztály szempontjából is középréteg, meg a megélhetés szempontjából is, általában felsőfokú végzettségűek, nem egyik fizetéstől a másikig élnek, de nem gazdag emberek. Na most ők hagyományosan nem a szociáldemokratáknak a szavazói. Tehát, hogy a szociáldemokratáknak a kemény magja, a kemény bázisára nem volt ez hatással. Tehát a Kárpátokon túli régiókban, elsősorban a vidéken élő idősebb korosztály, ez a kemény bázisa. És ők simán győzelemre tudnák vinni a szociáldemokratákat jövő vasárnap. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy azok, akik az utcára mentek, amögött nincs egy párt. Az Uszéré kikiáltja magát annak, hogy ő képviseli az utcát, de ez nem igaz. Tehát az ők 10% alatti eredményük nem azt jelenti, hogy egy óriási támogatottságuk van. Tehát, hogy nincsen politikai program az utca mögött, és nincsen politikai párt az utca mögött, aki ezt a hangulatot ki tudná használni, és szavazatokra tudná konvertálni. Most itt tartunk már ennél a kérdésnél, akkor igen, a múlt heti sajtóprésben egy elég higgadt vita volt arról, hogy az elmúlt napok történéseinek mi is az igazi mozgató rugója. És az volt az általános vélemény, hogy egyik meghívottunk fogalmazott, a csillogó szemű fiatalok mögött, igen, ott húzódik, még ha az ő megnyilvánulásuk őszinte is, ott húzódik az állam hatalmi ágai között zajló egyre durvább, vagy egyre eldurvuló konfliktus. Most Szokoli úr, ön egyetérte ezzel a kijelentéssel, hogy valóban ez van a tiltakozások mögött? A tiltakozások mögött közvetve igen. Közvetlenül természetesen, ahogy az előbb is mondtam, egy felhalmozott frusztrációnak a lecsapódása is. Tehát mondjuk ebből a szempontból nem merném azt állítani, persze ön se állította, hogy itt hátulról madzagon húzogatnák ezeket a tüntetőket. A tüntetők frusztrációi többé-kevésbé jogosak, még akkor is, hogyha jogi szempontból is mondjuk ami a tárgyát képezi a tüntetéseknek, az megkérdőjelezhető. De ugye ezek a tüntetések, ezek spontánul jöttek így létre? Tehát ön említette itt, hogy a felgyülemlett frusztráció spontánul alakultak, vagy ez azért itt valaki, vagy valakik, vagy valami szervezett? Én nem szeretem az összeesküvés elméleteket, igen. Nem szeretek azokra hivatkozni, annál is inkább, hogy nem vagyok tagja annak az intézménynek, amely különösképpen foglalkozik ezzel, mondjuk a Szerejének. A Szerei biztos tud egyebet is, hogyha nem is tárja fel feltétlenül a közvélemény számára. De hogyha logikusan gondolkodunk, nyilván a háttérben meghúzódnak mindazok a hatalmak, azok az erőknek azon játéka, amely hatással van, közvetve hatással van mindezekre a megmozdulásokra, megnyilvánulásokra. Úgyhogy természetesen a hangsúly, hogyha elemezni próbáljuk, és hogyha a mélyebb okokat keressük, akkor ott kell keressük a különböző hatalmi ágak közötti feszültségekben, és a politikai pártok közötti feszültségekben, ellentétekben. Én úgy látom, hogy az utcán nem erről van szó, hogy összefonódások vannak a
a háttérben, és hogy az ügyészek a bírókkal és a titkos szolgálatokkal összefonódnak. Sőt, tehát itt megint Kis Tamáshoz térnék vissza, hogy ő azt mondja, hogy van egy ilyen román szlogen is, a Vreo Cár Ká Fára, egy olyan országot akarok, mint nyugaton, mint külföldön, hogy itt az igazi mozgatórugó pont az, hogy egy jobb országot, egy jobb környezetet akarnak maguknak ezek a nagyvárosban élő középréteg, mi is ide tartozunk, vagy nagyon sokan ide tartozunk, és igen, ezt szeretnénk, és nem azért mentek ki az emberek az utcára, amit én fájlalok, hogy itt hihetetlenül lefutott a sínről a demokrácia és a jogállam. Demokráciát és jogállamot kérnek, de pont ezzel van a baj, és pont ez kéne helyre tegye a BTK-nak a módosítása, hogy nem lehet tudni, hogy hol születnek a döntések, nem lehet tudni, hogy kik hozzák a döntéseket. A Takács Csaba, az RMDSZ-nek az egykori ügyvezető elnöke azt mondta, hogy nekünk már mind nekik könnyű volt a 90-es években, mert tudták, hogy az ellenfél ott van a parlamentnek a másik karéjában, és velük őket kell legyőzni, és velük kell háborúzni. Most nem lehet tudni, hogy kik azok, akik a döntést meghozzák, azt tudjuk, hogy kihajtja végre. Az igazságszolgáltatás végrehajtja a politikai döntéseket. És ez egy nagyon veszélyes irány, amiben ez az ország tart, és amit én fájlalok, hogy az utca, az a bizonyos nagyvárosi közép réteg, ezt nem látja és nem érzi. Lehet, hogy aztán mi vagyunk azok, akik szembe megyünk a forgalommal az autópályán, de hosszú távon én úgy gondolom, hogy középtávon azoknak lesz igaz, akik most a vészharangot amiatt húzzák, hogy Romániában a demokrácia és a jogállam amiatt van veszélyben, hogy nem a parlament, nem a kormány, nem az önkormányzatok hozzák a döntést, hanem valakik, minden bizonyára a titkosszolgálatok meghozzák a döntést. Nem tudjuk, hogy kik ők, nem tudjuk, hogy ki nevezte ki őket, nem választotta meg őket senki, csak mi finanszírozzuk a zsebünkből, hogy ők tudjanak működni, és az igazságszolgáltatás végrehajt. Szerinted van... Van hatalmi küzdelem itt emögött a tüntetések mögött, és ha igen, akkor ki áll nyerésre? Az van. Nyerésre? Egyelőre senki, vagy nem lehet látni a végét, vagy legalábbis én nem látom a végét. Egyelőre egy ilyen véres harc, vérre menő harc folyik. Mi lehet ennek a harcnak a célja? Hát a hatalom megszerzése. Itt valóban az van, hogy ügyész államot akarnak egyesek? Én többször elolvastam a Transindexen Stefano Bottoninak a gondolatait valamikor az ősszel, azt hiszem októberben, novemberben jelent meg. Ő egy párhuzamot von a 90-es évek olaszországi történései között, ugye, amikor gyakorlatilag egy tisztogatás történt a politikai életben és Románia között. Ő azt mondja, hogy Románia most van ott, ahol Olaszország a 90-es évek elején volt, amikor hatalmi eszközökkel, titkosszolgálati eszközökkel megpróbálták lecserélni a politikai elitet. Most már ott Olaszországban látják, hogy ez egy totális csőd volt, nem sikerült. Romániában ezt még nem látják, vagy csak nagyon kevesen látják. És kiegyzeteltem magamnak egy néhány nagyon rövid idézetet Bottoninak az írásából. Az egyik azt mondja, hogy bírósági úton történő rendszerváltás volt Olaszországban, és most ugyanazt történik Romániában. Hogy az igazság folyamatosan keveredik a hazugsággal és a féligazságokkal. Hogy bedobnak a sajtóba egy csontot, felakasztanak a médiában egy politikust, aztán, hogy néhány év múlva kiderül, hogy bűnös volt vagy nem volt bűnös, az senkit nem érdekel, de azt az embert már tönkretették, és itt ezressével vannak ezek az egyének, ezek a személyek. Azt mondja ugyanakkor, hogy a vádlottak kétharmadát felmentették. Azt mondja, hogy ugyanúgy, mint ott, nálunk is a DNA-nak a tevékenységét az amerikai nagykövetség kitüntetett figyelemmel követi. Ezt apropó, hogy akkor háttérerők és külföldi beavatkozás, hogy van vagy nincs, ő így fogalmaz, hogy a nagykövetség kiemelt figyelemmel kíséri. És még egyetlen egy dolog, hogy Romániában, amit mond Bottoni, hogy Romániának a törvénykezésében hihetetlenül sok ellentmondás van. Olyan szabályok van, hogy az egyik szabálynak megfelelsz, a másiknak frontálisan, vagy a másikat frontálisan áthágtad, ezért minden olyan köztisztviselő, amelynek közpénzhez van köze, azt gyakorlatilag el tudják kapni, amennyiben van erre akarat. Most azt mondtad, hogy Olaszország belátta, az Olaszországról kiderült, hogy nem vezetett célra az, amit tettek. A nemzetközi sajtó a kezdetben itt a romániai tüntetésekről dicsimnuszokat zengett, de aztán időközben rájöttek a nyugati újságírók is arra, hogy itt nem feltétlenül az van, ami
így elsőre látszik a The Times című brit napilap egyik vezércikkében azt írta, hogy a korrupció ellenes fellépést politikai leszámolásra használják fel Romániában, és nem kellene ezt támogatni akár Nagy-Britanniából is. És arra hívta fel a figyelmet, hogy a korrupció ellenes ügyészséggel szoros együttműködésben van a titkosszolgálat, amelynek a neve elhangzott több alkalommal is a beszélgetésünk során. Tehát milyen állam az, ami kialakulóban van, vagy kialakult itt Romániában? Ez az illiberális államnak a román változata? Mi történt? Hát én hibrid államnak nevezném. Valamikor a 90-es években még ezt az ilyen típusú államokat szürke zónának neveztük, ugye valami ilyesminek, ha jól emlékszem, ha nem tévedek, éppen Guszti barátunk állította fel ezt az elméletet, annak igazat kell adnom neki. De amit még hozzátennék ahhoz, amit Péter is mondott, és egyszeri tőmondatban azt mondanám, hogy a demokráciát nem lehet antidemokratikus eszközökkel megvalósítani. Tehát az, ami tulajdonképpen történik most, úgy az úgynevezett binomról, ugye, ami a DNA és a szerei összefűződését recéloz, mint mondjuk az utcai tüntetők tömegéről, antidemokratikus eszközökkel nem lehet demokráciát építeni. Úgyhogy a kérdését illetőleg, ha megismételné... Tehát illiberális, ez igen, az új típusú illiberális államnak a román változata? Persze, létezik ez az elmélet, amelyet ugye egyes szomszédos államok béli miniszterelnökök, hogy nem mondjam nevén, ki is hangsúlyozott, sajnos éppen itt a mi kedves, szép Erdélyünk nyári egyetemének egyikén, és sőt, nagyon is lelkesen támogatta ezt az illiberális elméletet. Sajnos azóta bebizonyosodott több európai országban, és elsősorban ugye nem éppen az Európai Unió államaiban, de sajnos ott is az ilyen Putyin-féle, Erdogán-féle, stb. Demokráciákról, hogy bár plurális demokráciának nevezik, ahol választások útján jön létre a hatalom, de ugyanakkor olyan eszközök, a hatalomra jutás után olyan eszközökhez folyamodnak, és ez sajnos érvényes Magyarországra is, nem csak, és kialakulóban van, valóban ez kialakulóban van Romániában is, még akkor is, hogyha itt nem annyira látványos. És valóban kialakulóban van az úgynevezett visegrádi országokban is, vagy legalábbis ott már mélyebben is jelen van ez az illiberális hajlam, amely tulajdonképpen egy fából vaskarika, annál inkább, hogy mondjuk egy olyan politikai személyiség fogalmazta meg, aki még nem is olyan régen, jó pár évvel ezelőtt ugyan, de a liberális internacionálé alelnöke volt. Úgyhogy ezekben az esetekben nagy kétséggel gondolunk az őszintességére, egy ilyen rendszer őszintességére. Sajnos mondom, Romániában is ennek a jelei egyre inkább mutatkoznak. Feltehetően ezek a tüntetések sem járulnak hozzá ennek az irányzatnak a lebontásához. Itt ön Magyarországot említette, ha nem is mondta ki tisztán, vagy egyértelműen ezt, és ha már az illiberalizmusról beszélünk, akkor nem mehetünk el, vagy nem állhatjuk meg azt, hogy ne vonjunk párhuzamot a romániai és a magyarországi illiberalizmus között, és nem kell sokáig keresgélni, ha hasonlóságokat akarunk találni, ugyanis mindkét országnak a
a retorikájában, mindkét ország hatalmi retorikájában ott van az, hogy igen, külső hatalmak, érdekcsoportok akarnak beavatkozni, sőt, megjelenik egy konkrét közös ellenség is mindkét országban, ugye Magyarországon is és Romániában is már hallottuk a Soros györgyözést. Én azt hiszem, hogy ez inkább egy egyszerű politikai kommunikációs stratégia, kreálj egy ellenfelet, küzdjél ellene és győzd le. Ha nem tévedek, akkor Budapestnek a volt főpolgármestere Demszky Gábor mondta azt, hogy azt nevezünk problémának, amit meg tudunk oldani. Amit nem tudunk megoldani, arról nem beszélünk. Tehát, hogy megneveznek egy problémát, megneveznek egy ellenfelet, és azt legyőzik. Ugye Magyarországon ezt kezdve a gyurcsányozástól egészen az árvízig mindig valami van, Brüsszel, és mindig valami van, amit legyőznek, és ezt politikai kommunikáció szempontjából most nem értéket fogalmazok meg, hogy jól csinálják, mármint hogy tartalmilag jól csinálják, vagy nem, de politikai kommunikáció szempontjából ez zseniálisan. De ez Soros György gyös történet, ez tekinthető nyilván ilyen politikai retorikának, most nem, nincs ebben egy kis antiszemitizmus, vagy menjek még tovább, nincs ebben egy kis burkolt magyar ellenesség itt Romániában akár? Romániában mindig jól fog egy kis magyar ellenesség, tehát ugye most legutóbb a román tudományos akadémiának egy néhány tagja kapta el ezt a kártyát, egyszerűen teljesen nevetségesen, hogy most már ebben is a magyarok a hibások, hogy destabilizálják, ahogy ők fogalmaznak, Romániát. Nem értem, hogy Magyarországnak miért érdeke az, hogy Románia instabil legyen, és abban a romániai magyarok egy kevésbé stabil környezetben élnek. Én nem vagyok elég okos ahhoz, hogy ezeket a nagy nemzetközi összefogásokat lássam. Én inkább megpróbálok azoknál a gondolatoknál maradni, ahol úgy gondolom, hogy otthonosan mozgok, és én éppen ezért inkább egy politikai kommunikációs stratégiának látom ezt az egész dolgot, és nem többnek. Még akkor is, hogyha ez nemzetközi összeesküvésnek van sok helyen csomagolva, itt azért Romániában erről kevesebb szó volt, az, hogy megint a magyaroktól kell félni, azért egyre kevesebben tudnak ilyen gondolatokat komolyan menni. De azért minden, főleg választási kampányok idején mindig előveszik a magyar kártyát, és mindig jól fog egyeseknek. És egy kis antiszemitizmus. A kis antiszemitizmus azzal. Fűszerezik az adja a borsát az egésznek. Én egy kicsit az illiberalizmusról, én kívtam, hogy mi az az illiberalizmus, egy szakkönyvő, ami kesztyűként illik ránk is nagyjából. Azt írja itt, hogy mi is itt van. Azt mondja, az illiberális demokrácia, amit nevezhetünk konzervatív demokráciának, ahogy ön mondta, hibrid demokráciának is, hibrid rezsimnek vagy rendszernek, irányított demokrácia, egyes értelmezésekben pseudodemokráciának is nevezik, vagy részleges demokráciának, olyan kormányzati rendszer, amelyben a választások ellenére a polgárok nem ismerhetik a kormányzati tevékenység jólétét, tehát itt a transzparencia hiánya, ami világos nálunk is, ugye? Látszik, hogy nem látunk semmit. A polgári szabadságjogok nagyfokú korlátozása miatt. És azt mondja, hogy ennek a demokráciának, az illiberális demokráciának a jellemzője a fékek és ellensúlyok. Tehát olyan társadalmi berendezkedést kínál, amely egy kormányválasztóinak többségi akaratát tekinti elsődlegesnek, egyébként minden kormány ezt tekinti elsődlegesnek, és aztán a többit is, de a saját választóinak akar megfelelni, mert a következő választásokra készül mindig. És az így kialakított centrális erőtérben zavartalanul és hatékonyan tudja a kormányzat tudja a saját ügyeit intézni, hogy mondjuk szépen irodalmi nyelven. Ez illik Romániára is, ráillik, nem? Egyértelműen ráillik Romániára. Ráillik. De hogy itt igazából arról van szó, hogy ez, amit itt te most felolvastál, ez még megvan nálunk fűszerezve a titkos szolgálattal, illetve a korrupció ellenes ügyészséggel. Meg az ellenség keresés az is. Nem úgy keletünk, mert emlékezzünk vissza, Ceausescu mit mondott, mielőtt lelőtték, hogy a külföldi
érdekcsoportok, ellenségek Romániát nálunk, akarják. Nálunk talán még hátra van a sajtó teljes kisajátítása. Még hátra van. Annak ellenére, hogy sajnos ezt is ki kell mondjuk, a sajtó nagy részének semmi köze a függetlenséghez, mert vagy az egyik tábort, vagy a másik tábort támogatja egyértelműen, vagy kétértelműen, de persze még nincs annyira kisajátítva, mint például Magyarországon, ahol jóformán független sajtó jóformán nem létezik. Én azt javaslom, hogy lassan közeledünk az adás időnk végéhez. Ugye azzal kezdtük, hogy kére még a nép, fussunk itt körbe mindhármatokon, meddig tarthat még ez a tiltakozás hullám, hány napot, vagy mennyi az az idő, ami alatt ez kifulladhat, vagy pedig ismét felerősödik, mi várható, tényleg nagyon röviden, Szokoli úr? Hát én ismét csak azt kell mondanom, hogy nem tudok jósolni. Minden attól függ egyrészt, hogy adminisztrálja majd a jelenlegi kormány ezt az egész konfliktust, nagy mértékben függ majd tőle, hogy mennyire keményen tudja tartani magát egyébként, másrészt, hogy mennyire lesz aktív az úgynevezett Johannis tábor, mennyire képes aktivizálni valóban a tömegeket, a közvéleményt, mennyire tudja továbbra is a frusztrációt életben tartani, mert ettől függ, hogy milyen hosszú lesz a lefutása, de én remélem csak, nem tudom megjósolni, de remélem, hogy rövid időn belül azért csak lecsendesedik ez a helyzet, és végre a kormány végezheti feladatát. Ugye a költségvetést azt remélhetőleg hamarosan elfogadja az elnök is, és akkor lehet kormányozni. Péter, én úgy érzem, hogy kifulladt már az utca. Mondjuk nem lehet überelni egy 250 ezeres tüntetést. Ha kimennek most vasárnap 10 000-en, az még mindig egy óriási de tömeg. Múlt vasárnap 1 milliót hirdettek. 1 millió meg, az országban. Hogy valakik szeretnék überelni. Tehát van olyan, aki ezt én úgy gondolom, überelni. Hogy ezt most már nem fogják tudni újra felvinni. Tehát a csúcson már túl vagyunk, leszálló ágon vagyunk. És azok, akik az utcára mennek, nem elsősorban azt akarják, hogy más legyen a kormányban, és tudják, hogy a Grindiano kormány nem fog most megbukni, hanem egy olyan országot akarnak, mint amilyen nyugodt, amiről álmodunk. Edith, szerinted ez meddig tart? Szerintem is hamarosan kifullad, mert már nincs amiért. Én azt szeretném, vagy az lenne igazi, hogyha az államelnök is engedne egy picit, amit most az egyelőre nem akar, és nem menne időhúzásra a költségvetés aláírásával sem, és tényleg, ahogy Szokoli úr mondta, hagyja dolgozni ezt a kormányt, hogy lássuk, általában a demokráciákban a kormányoknak van egy türelmi ideje, 100 nap leginkább. Ezt a kormányt már a másnap támadták, hogy még megalakulása előtt le akarták váltani, tehát kellene hagyni ezt a 100 napot, hogy mutasson meg, hogy teljesíti, amit ígért, mit csinál, mit nem, és utána le lehet váltani, de egyelőre kellene hagyni dolgozni. Itt szólt már a költségvetésről. Az amerikai mintát szoktam felhozni, ugye ott volt ez a választás most, az elnök választás nem olyan régen. Megválasztották Trump urat. Hát feltételezem, hogy Obama elnök úr és családja pont olyan utálattal fogott kezet Trump úrral, mint ahogy az amerikai társadalom nagy része, de annak ellenére kezet fogott vele, mosolygott, tisztességesen átadta a hatalmat, oktatta, segített neki, hogy az állam érdekében átvegye, stb. Annak ellenére, hogy folynak a tüntetések ott is, innen-onnan, de hát létezik azért egy mechanizmus, amely jellemző lehet egy valódi demokráciára. Azt, hogyha egy megnyert választás után átadod a hatalmat, és nem kötöd az ebet a karóhoz a végtelenségig. Szóval már a költségvetésről és Klaus Johannisról kihirdeti-e, nem hirdeti ki a 2017-es költségvetési törvényt. Szorin Grindianóval és Vióre Stefán pénzügyminiszterrel találkozott a napokban az államfő, meghallgatta a kormányfő és a pénzügyminiszternek az álláspontját a költségvetési törvénnyel kapcsolatosan.
utána pedig azt nyilatkozta, hogy ő aggódik, tehát komoly fenntartásai vannak a költségvetés teljesíthetőségével kapcsolatosan. Most nézzünk meg egy bejátszást, egy rövid összefoglalót a költségvetésről, illetve a következő témánkról. Komoly aggodalmakat fogalmaztak meg mértékadó gazdasági szakemberek és az ellenzék is az elmúlt héten elfogadott állami költségvetéssel kapcsolatban. Szerintük a kormány túl magas növekedést prognosztizál erre az évre, és nehezen hihető, hogy a költséges népjóléti intézkedések miatt képes tartani a 3%-os hiánycélt. A kormány 2,98%-os államháztartási hiánnyal, 5,2%-os gazdasági növekedéssel számol. A kabinet becslése szerint a bruttó hazai termék értéke eléri idén a 815,195 milliárd lejt. A számítások szerint az államadósság az év végére eléri a GDP 37,7%-át, az infláció 1,4% lesz. A kormány szerint az idén 4,3%-kal nő a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,3%-ra mérséklődik. A 2017-es évi állami költségvetés problémás és kockázatos, jelentette ki kedden Klaus Johannis államfő is, aki megbeszélést folytatott ezügyben a kormányfővel és a pénzügyminiszterrel. Véleménye szerint túlbecsült bevételeket vetít elő, másrészt a tervezett kiadások is nagyon magasak. Reális veszélye van annak, hogy túllépjük a 3%-os hiányküszöböt, mondta Johannis. Miközben komoly aggodalmakat szült az is, hogy az elmúlt hónapokhoz képest 814.484 lejjel csökken februárban a szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek támogatása, a visszavágott keretösszeg az otthoni beteggondozásra szánt forrásokból vesz el, illetve veszélybe került az érintett civil szervezetek alkalmazottainak bére is. A lépés miatt az RMDS is tiltakozott. Most egyikünk sem gazdasági szakértő, de azért egy néhány költségvetés tervezetet már láttunk, állami költségvetés tervezetet láttunk már életünkben. Klaus Johannis aggodalmát fejezte ki, Jens Stoltenberg NATO főtitkár viszont ő azt mondta, hogy igen, ez egy jó költségvetés lesz, mert a hadászatra Románia igenis fordít akkora összeget, amekkora a NATO-nak, vagy amekkorára a NATO-nak szüksége van a NATO-val szembeni vállalásaihoz. Most Péter, te milyennek látod, hogy Szokolyi úr, milyen ez a költségvetés? Itt tökéletesen egyet kell értenem Johannis elnök úr aggodalmával, és nem csak az ő aggodalmával, hanem általában a közgazdasági szakértők aggodalmaival, beleértve még a Nemzeti Bank elnökét is. Mert valóban itt a Dragnea kormány, ne beszélje Grindiano kormányról, igen magasra helyezte a lécet. Túl magasra helyezte a lécet ahhoz, hogy ez ne bizonyos kockázatok nem merüljenek fel annak teljesítésében. Mert hát nyilván ott volt ez a túladakozás, ez a túligéret a kampányban, a bizonyos adók és illetékek törlése, stb. Tehát a bevételek csökkentése, amely nyilván, hogyha nem valósul meg ez a nagy gazdasági fellendülés, amire számítanak, ha nem tudják lehívni majd mindazon Európai Uniós pénzeket, amelyre ugyancsak számítanak, és hát az eddigi tapasztalat az volt, hogy ez sohasem sikerült teljes egészében, akkor úgyis nagy veszély fenyegeti ezt a kormányt. Nem szükséges megbuktatni most, mert megbukik magától, hogyha nem fogja tudni teljesíteni ezeket a feladatokat. Jó, hogy lesz majd, hogy kire hárítsa nyilván a politikailag a felelősséget, elsősorban ugye a Johannis táborra, azért mert így és úgy kerékkötője volt az ők csodálatos programjuknak. A program valóban nagyon szép volt, lássuk, de itt azért mégiscsak kell hagyni dolgozni. Én nem vagyok ennyire borulátó. Először is ugye itt most nem, ahogy mondtad, nem pénzügyi szakemberek beszélgetünk. Mi lesz akkor, hogyha ezt kérdezte ma egy pénzügyi szakembert, hogy mit csinál az ember, amikor nem ért hozzá, nem megkérdezi azt, hogy... Nem hallottam pénzügyi szakembert, amelyik nem ezen a véleményen lett volna. Péter szakértője. Én hallottam. Mi történik akkor, hogyha túllépjük a 3%-os hiányt? Nem dől össze a világ, hogyha
fejlesztésekre költjük azt, amivel túllépjük. Néhány évvel ezelőtt Belgiumban 8%-os volt a költségvetési hiány, mert azt mondták, hogy befektetnek, beruháznak. Szintén néhány évvel ezelőtt Nagy-Britániában 4,5%-os volt a költségvetési hiány, a túllépés az pont az volt, hogy beruháztak. Na most Romániában azért van hova beruházni, csak az autópályákat, hogyha említjük. És 1%-os túllépés, tehát 3 és 4% közötti különbség, az 8 milliárd lejt jelent. 8 milliárd lejt, ezt, hogy összehasonlításképpen Erdélyben az idén 920 millió lejt fognak költeni autópályára. Na képzeljük el, hogyha 3% helyett 4% lesz, 8-szor, 9-szer, 10-szer annyi autópályát tudnának építeni egy év alatt, vagy annyi pénz lenne autópálya építése, mint amennyit most fordítanak. És ne felejtsünk el még két nagyon fontos dolgot. Az egyik, hogy Romániában a költségvetési, tehát a Romániának az eladósodása 37% körül van. Európai átlag, az Európai Uniós átlag 70-80%. Tehát Románia nagyon jól áll ebből a szempontból. Nyugodtan, mert honnan, ha túllépsz, honnan pótolod a családi kasszában is, kölcsönkérsz innen, onnan, szomszédtól, banktól, ahonnan jobb kamattal adják. Tehát, hogy van honnan kölcsönkérni. A másik, amire számít a kormány, hogy ez a túlköltekezés, ez nem azt jelenti, hogy a tanár, aki több fizetést kap, az beteszi otthon a párna alatt, alá, hanem az elkölti, nagy valószínűséggel elkölti, amiután áfa jön, amiután munkahely jön, amiután termelékenység nőhet. Tehát, hogy ez túl komplex ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ja Istenem, nehogy túllépjük a 3%-ot, mert Brüsszel összevonja a szemöldöket, és nagyon idegesek lesznek. Az a Brüsszel, ahol már fel van építve mindenféle autópálya hálózat, vagy az a Németország, ahol ugye nem, hogy költségvetési hiány van, hanem túl sok a pénzük, túl teljesítik, fordított ez az excedens, nem is tudom pontosan magyarul, hogy mondják ezt, mert például nem kell autópályát építsenek, minden 15 kilométer után valahol belefut az ember egy autópályába. Igenis, engedjék meg ezeknek az országoknak, mint például Románia, hogy ne kelljen azt a 3%-ot annyira betonba önteni, mert én úgy gondolom, hogy ebből nekünk hasznunk lehet, Hol található az a közgazdász, ez az optimista az közgazdász? Az adásidőnk végéhez közeledik. Én szeretném, hogyha még beszélnénk egy fontos kérdésről, amit elhangzott az imént az összefoglalóban, és nevezetesen az, hogy az elmúlt hónaphoz képest 814.484 lejjel csökkentette a munkaügyi minisztérium a szociális szolgáltatások nyújtott civil szervezeteknek a támogatását. Most Edith, tudom, hogy foglalkoztatok népújság hasábjain is már ezzel, Caritas meg a Diakonjai Keresztény Alapítvány álláspontját megkérdeztétek már, hogy ez mivel jár egy ilyen intézkedés, hisz azt látjuk, hogy a kormány pont azoktól vesz el, még ha nem is sokat, akik leginkább rászorulnának. Hát azzal jár, hogy kétségbe estek ezek a szervezetek és ezek a... És valóban ez aggodalomra ad okot. Amit Péter mondott, az úgy teljesen oké. Én is úgy gondolom. Köszönöm a biztatást. De ez nem tudok mit mondani. Ezzel változtatni kell. Mondom én, ez egy bicska nyitogató döntés. Ez annyira vérforraló, az állam képtelen ellátni ezeket a szociális szolgáltatásokat, és nem segít azoknak, és a akik meg tudnák ezt csinálni. És elfelejti azt, hogy ezáltal a munkanélküliséget fogja növelni, mert ezek a szervezetek el kell engedjenek munkatársakat, illetve a kórházba fognak kerülni ezek az idős emberek, és az még többe kerül az államnak. Tehát 65 év, tegyük hozzá, 65 éven felüliekről van szó, akiknek nagyon nagy hányada mozgásképtelen, illetve nincs senki, aki otthon el tudná látni őket. Igen, tehát ezek a civil szervezetek becsületesen kevés pénzért elvégzik ezt a munkát. A román állam azt mondja, hogy nem kell, vigyétek be majd a kórházba, igen, ott majd többszörösét kifizetem, és arról nem is beszélve, hogy milyen színvonalat vagyok képes nyújtani annak az idős embernek. Ezért mondom azt, hogy ez vérforraló. Kíváncsi vagyok, mit fog válaszolni a miniszterasszony az RMDS-nek az interpellációjára. Én csak abban bízom, hogy mivel a nagy költségvetésben, amit ugye most Johannes gondolkozik, hogy aláírja vagy sem, benne vannak ezek a keretek, csak a miniszterasszony úgy gondolta, hogy most egy kicsit átszervezzük a tételeket. Én bízom abban, hogy azért vissza fog tenni. Ez arra emlékeztet engem, ez a gesztus. Egy választási kampányban voltunk Buzaházán ezelőtt 10 évvel körülbelül, vagy még azelőtt. És ott nem volt
telefon, nem volt orvos, nem volt semmi, sáros út, járhatatlan utak, és akkor megkérdeztem én ott egy öreg asszony, mert eljöttek a kultúrotthonba az öregek, hogy mit csinálnak akkor? Azt mondta, hogy lefekszünk és várjuk a halált. Hát akkor ezeket szinte halálra ítélik ezzel a ezzel ez kétségtelen, de én itt is látom azt, amit az előbb mondtam, hogy tulajdonképpen már most látják, hogy ez a költségvetés tarthatatlan. Már most kapkodnak, már most ugye vágnak innen, onnan, amonnan. Igen, de azért azt hogy tegyük hozzá, hogy alig 800 ezer lejt spórolnak meg ezzel, tehát ez nem egy számottevő összeg. Most a sajtóprés mai adás ideje lejárt, én köszönöm, hogy itt voltak ma este velünk, a nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, várom önöket jövő szerdán is, este 8 órától, itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Viszontlátásra!